Ma Nyugat-Európáról fogunk beszélni. Először is nézzük meg, hogy hogyan határozhatjuk meg Nyugat-Európa fogalmát, Európa mely területei tartoznak Nyugat-Európához. Ahogy a lenti térképeken is láthatod, ezt úgy szoktuk meghatározni, hogy Európának a Rajnától nyugatra húzódó területét tekintjük Nyugat-Európának. Nyugat-Európához tartozik az Atlanti-óceánban található brit szigetcsoport. Nyugat-Európát az Ibériai félszigettől a Pireneusok hegység választja el, délen pedig a franciaországi területen a földközi tenger mossa a partjait. A brit szigeteket az európai kontinens törzsétől a La Manche csatorna választja el. Nyugat-európai országai közé soroljuk Nagy-Britanniát, Írországot, Franciaországot, a Benelux államokat, ez egy mozaik szó és három államot, országot jelent, mégpedig Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot. Ezen kívül ide tartozik még két törpe állam is, Monaco és Andorra. Nyugat-Európa országainak közös jellemzője, hogy fejlett gazdasággal rendelkeznek. Mit kell tudnunk Nyugat-Európa éghajlatáról? Nyugat-Európa éghajlatát leginkább az Atlanti-óceán közelsége és az Atlanti-óceán irányából érkező bőséges csapadékot szállító légtömegek határozzák meg. Az Nyugat-Európára nagyon jellemző az, hogy a nagy része óceáni éghajlaton fekszik. Ugye erről már beszéltünk, hogy ez mit jelent. Ugye egyrészt az, hogy bőséges csapadékot hoznak az Atlanti-óceán felől fújó szelek, valamint azt, hogy a telek itt enyhék, viszont a nyarak pedig hűvösek. Ez ugye az óceán hűtő hatása miatt van így, hiszen nyáron az óceán felől hűvösebb levegőt hoz a szél, ilyenkor a levegő tehát nincs túlságosan meleg, télen viszont pont fordítva melegebb légtömegek érkeznek az óceán felől, és ez azt biztosítja, hogy nem lesznek a telek túlságosan hidegek. Mivel az óceán közelében vannak ezek a területek, ezért nagyon magas a páratartalom, és emiatt, a magas páratartalom miatt ezeken a területeken gyakori a sűrű. Nem a teljes nyugat-európai területre jellemző az óceáni éghajlat, elsőben a Brit-szigetekre, Franciaország nyugati felére és a Benelux államokra jellemző, hogy ott óceáni éghajlat uralkodik. Kelet felé viszont, ahogy haladunk, fokozatosan csökken az óceáni hatás, ahogy ugye távolodunk az Atlanti-óceántól. Ez ugye azzal jár, hogy egyre kevesebb lesz a csapadék, viszont mivel az óceán hűtő-fűtő hatása is csökken, amit ugye az előbb már elmondtam, hogy mit jelent, ezért a nyarak itt már melegebbek, viszont a telek hidegebbek lesznek. Itt már nem óceáni az éghajlat tehát, hanem fokozatosan, ahogy haladunk befele a kontinens belsejébe, nedves kontinentálissá válik az éghajlat. A Róne folyó völgyének nagy része, valamint a földközi tengermenti területek a meleg mérsékelt éghajlati övbe tartoznak, így itt a mediterrán éghajlat a jellemző. Nyugat-Európa területén találhatóak magas hegységek, többek között az Alpok és a Pireneusok vonulatai is, a magas hegységeknek az éghajlata pedig természetesen hegyvidék. Ugye a hegyvidéki éghajlatról is megtanultuk már, hogy erre a jellemző, hogy ahogy haladunk felfele, a csapadék mennyisége egyre nő, minél magasabban vagyunk, ugye ez, minél magasabban vagyunk, annál nagyobb valószínűséggel ez már hó, ez a csapadék, és ahogy haladunk felfele, a csapadék mennyisége nő, viszont a hőmérséklet pedig folyamatosan csökken. Egy bizonyos magassági szint felett már örök hóbirodalmáról beszélünk, tehát itt is például az Alpok és a Pireneusok hegységekben 3-4000 méteres csúcsokon még nyáron is hó van, tehát nyáron is hóborítja ezeket a hegycsúcsokat. Nyugat-Európa partvonala, akár csak egész Európáé,
tagolt, tehát ha a képen nézel, akkor is látod, hogy nagyon sok kis öböl és félsziget tagolja. Több helyen Európa partjainál magas partok, meredek sziklafalak határolják a szárazföldet. Ugye, mivel tenger veszi körbe ezeket a szárazföldi részeket, ezek erős hullámokkal ostromolják a partot. A partfalnak a kőzete ettől az állandó igénybevételtől feldarabolódik. A szüntelen hullámverés pedig alámossa a partot, és egy idő után a sziklák belezuhannak a tengerbe. Ezeket a csapkodó hullámok tovább aprózzák. A tengerhullámzás egy kitartó munkájának az az eredménye, hogy egy pusztuló magas part fog kialakulni. Erről az elnevezés is árulkodik, ez ugye azt jelenti, hogy a partvonal pusztul, és így a szárazföld területe fokozatosan csökken. A képen is egy ilyen pusztuló part, magas partot láthatsz, ez Cornwall partjainál található. Nyugat-Európát nevezhetnénk úgy is, hogy a röghegységek földje, hiszen több röghegység is található a területén. Az egyik például Anglia középső részén húzódik, a Pennine hegység, valamint szintén a Brit-szigeteken a legzordabb rögvidék a jégkorszak nyomait is őrző Skót felföld. Franciaország területén is találkozhatunk több röghegységgel, mint például a Francia Középhegység, a Vogézek, Bretagne, valamint Normandia hegyei, sőt az Ardennek Belgium déli részén húzódik, de átnyúlik Franciaországba. Franciaországnak pedig a keleti részén húzódik az Alpok nyugati része, és itt emelkedik a földrészünk Európa legmagasabb pontja, csúcsa, a Mont Blanc 4807 méter magasan. Délen az Ibériai félszigettől, ahogy azt már említettem, kb. 450 km hosszan a Pireneusok láncai húzódnak, és ez választja el Franciaországot és Nyugat-Európát is gyakorlatilag az Ibériai félszigettől. Mindkét hegység, tehát az Alpok és a Pireneusok is, az Eurázsiai hegységrendszer tagja. Az Eurázsiai hegységrendszer a Föld legnagyobb hegységrendszere, ahogy a képen is láthatod, a barna vonalak mutatják, hogy egészen az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig húzódik ez az Eurázsiai hegységrendszer. Franciaországban a hegyvidékek között tágas medencék és folyóvölgyek is találhatóak. Az egyik ugye a Párizsi medence, ami a tenger felé nyitott hely. A brit főszigeten pedig a legnagyobb, a legsűrűbb és legsűrűbben lakott, az a londoni medence. A Benelux államok országok területének nagy része, ahogy a térképen is láthatod a zöld színből, síkság, síkvidék, alföldek és nagy kiterjedésű mélyföldek jellemzik. A mélyföld az a tengerszint alatt található sík terület, amelyet nem borított el a tengerszint. Mi jellemző a nyugat-európai országok folyóira? Mivel ugye mondtuk, hogy a többségében nedves kontinentális vagy óceáni éghajlat uralkodik, ezért ezeken a területeken a folyók egyenletes vízjárásúak, hiszen folyamatosan egész évben biztosított számukra a bőséges csapadék. A Brit-szigeteken is bőséges csapadék van, és itt is a bővízű folyók a jellemzőek. Annyi a különbség, hogy mivel ugye egy szigetről beszélünk, így a területe korlátozott, tehát itt rövid, de bővízű folyók a jellemző. Továbbá jellemző a folyóira az is, hogy az éghajlati viszonyok miatt a folyói sosem fagynak be. Az erős tengerjárásnak köszönhetően a folyói nagy többsége tölcsértorkolattal ömlik a tengerbe. Ahogy a képen is látod, ugye a nevét ezt onnan kapta ez a torkolatfajta, hogy mint egy kiszélesedő tölcsér érkezik meg a tengerbe a folyó, és ömlik bele. A legnagyobb folyója a Temze,
amelynek a torkolatába épül gyakorlatilag London, az ország városa. Franciaország és a Benelux államok területén is a bőséges csapadéknak köszönhetően sűrű a vízhálózat, és a folyók vízjárása is ugyanúgy viszonylag egyenletes felé. Az Atlanti-óceánba érkező folyók itt is hatalmas törcsér torkolattal érkeznek meg az Atlanti-óceánba, mint például mondjuk a Szajna, vagy a Loire folyó. A földközi tengerbe torkoló Rhône folyónak viszont nem törcsér torkolata van, hanem delta torkolata. A Rajna az európai középső részéről érkezik be az északi tengerbe. Ugye a delta torkolatnak a jellemzője, hogy nem tölcsérszerűen kiszélesedik, hanem több ágra bomlik, kisebb szigeteket is lerak, és ezért a folyó, mielőtt beleömlik a tengerbe, több ágra bomlik, és így érkezik meg